Már a reggeli órákban elkezdődtek a programok a családi majálison. A hosszú hétvége első napja, május 1-e a munka ünnepe volt. A városi majálisnak ezúttal az új közösségi színtér, a szabadtéri színpad és környéke adott helyet, ahol a hagyományokhoz híven ezúttal is a családokra fókuszáltak a szervezők. Minden korosztály megtalálta a számára leginkább megfelelő programot kulturális, zenés előadásokkal és természetesen a majálisokon hagyományosnak számító ételekkel, italokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt a szervezők. A rendezvényt Márkus Gábor alpolgármester nyitotta meg, aki minden kedves kikapcsolódni vágyót szeretettel köszöntött. Szeretettel köszöntök mindenkit Püspök Ladány város önkormányzata nevében. Én azt remélem és hiszem is, hogy mint ahogy szokott lenni egy-egy főzőversenyen, a zsűrinek igen nehéz dolga szokott lenni, hiszen valamennyi étel, akik hozzá fognak főzni, nyilván szívvel, lélekkel főznek, és biztos minden étel jó lesz. A zsűri majd megoldja a feladatát. Én még annyit szeretnék elmondani, hogy a mai napra ugye hangzott itt, hogy milyen programok lesznek, ehhez kívánok mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést, és hát most az időjárás kicsit variálja a helyzetet, de én remélem, hogy kegyes lesz a nap folyamán, és nem lesz olyan idő, esős idő, ami esetleg megzavarja ezt a rendezvényt. Még egyszer kívánok önöknek a mai napra kellemes időtöltést. A Püspök Ladányban hosszú évekre, évtizedekre viszonylag lehet mondani, hogy hagyománya van, hiszen én emlékszem még, mikor ide kerültem 20-30 évvel ezelőtt Püspök Ladányba, akkor már a város megmozdult egy ilyen majálison, még akkor kint volt a Farkasszigetbe hosszú időn keresztül, aztán utána volt a város különböző pontján. Most az utóbbi időben a rendezvényeink, ez a majális rendezvény, kint a Délisori lovaspályán, mióta ott elkészült ez a terület, a Délisori lovaspályán volt, és most az idén úgy alakult a dolog, hogy mivel hogy ez a új tér most lett átadva, arra döntöttünk, felmérve persze tehát közvéleménykutatást is tartva, ezügybe felmértük a helyzetet, és úgy döntöttünk, hogy itt legyen a rendezvény, megpróbáljuk. A főzés az mindig megmozgatja az embereket, ez érdekes dolog, hát én magam is szeretek főzni, tehát nagyon sokan kérdezik, hogy ha van valami rendezvény, mondom, a Ladányi nyáron is volt így, hogy vagy akár a Krampusz Fesztivál idején, vagy az adventi sorozatban, hogy lehet valahol, a polgármester kérdezték, hogy lehet valahol helyet találni, hogy főzünk valamit, mert szeretnek az emberek. Ez egy népszerű dolog nyilván, de most a fellépőket nem háttérbe szorítva, nyilván vannak olyan műsorszámok, de számomra az összes műsorszám, tehát akik itt fellépnek, mindenki kedves. Nyilván a közönségnek kinek ez, kinek azt tetszik. De én azt gondolom, hogy a fellépők is népszerűek lesznek, de azt nem lehet eltagadni, hogy ez a főzőverseny, maga a főzés, hogy összejön egy csapat, az mindig népszerű. Nagy érdeklődés övezte a főzőversenyt, ahová az idei évben 9 csapat, intézmények és civil szervezetek is beneveztek hagyományos ételeikkel. A rendezvényen már kora reggel óta üstökben és bográcsokban főttek a finom falatok, melyeket később egy szigorú zsűri értékelt. Mit főznek és hogyan készül? Csilisbabot készítünk. Hát végül is hagymával kezdünk, aztán tettünk bele paradicsomot, paprikát, utána beletettük a sertéshúst, utána tettünk bele egy kis füstöl sertéstarját, majd tesszük bele a paradicsomot, besűrítjük a babot, és végül a kukoricát. Milyen jelentősége van ennek a napnak? Hát egy közösségépítő, kapcsolatépítő tréning, ha úgy vesszük, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó, hogy itt lehetünk, nagyon szép ez a tér, amit most felújítottak, és jó közösségi hely lesz itt, úgy gondolom, Püspök Ladányban. Melyik intézményből érkeztek? A GESZ-ből, Gazdasági Ellátóintézet, Püspök Ladány. Mit főznek, és hogyan készül ez a mai nap? Ma mai napon csülökpörköltöt készítünk sósburgonyával. Hát ugye a csülökpörkölt hagyományosan készítjük, hagymát lepirítjuk sertészsíron, beletesszük a fűszereket, paprika, köménymag, só, bors, utána csinálunk egy jó pörkölt alapot, beletesszük a húst és készre főzzük. Mi készül a mai napon és hogyan készül? Most csülökfő csirkezúzával. Ez egy ilyen egyedi. Teljesen első helyes, biztos. Hogyan készül az étel? Hát hagyományosan pörköltnek, csak magát, ahogy a kettőt így összekeverjük, egy különleges íze lesz. Mivel készülnek a mai napra?
Hát össze kreatív játékokkal, gyermekfoglalkozásokkal készül, Marika kolléganőm, illetve főzünk slambucot. A szalonnát ugye először felolvasztjuk tárgya zsír, aztán hagyma, és akkor a lebencset tesszük bele, majd krumplit adagolunk hozzá, egy kis füstört kolbász is lesz az ételbe, és akkor így készül egy nagy adag. Milyen jelentősége van városunkban egy ilyen rendezvénynek? Hát szerintem az jó, hogy idehozza az embereket, tehát most ugye itt a művelési ház mögött van a Majál is, de annyiból jó, hogy a tavasszal ez az első nagyobb rendezvény, ami kihozza az intézményeket, a civil szervezeteket, szerintem is ez jó, hogy együtt vagyunk, ugye a főzés miatt ugye a családtagokat, megmozgatja a fellépők révén a hozzátartozókat, tehát ugye a közönség révén ugye több fellépő is van, és hogy együtt közösen töltünk el itt egy napot, tehát ez így fontos szerintem, közben jó hangulat, beszélgetés, meg nyilván a gyerekeknek pedig közben a kellemes kikapcsolódást kíván, vagy kínálnak itt a kreatív foglalkozások, kézműves játékok, stb. Mi készül a mai napon, mit főznek? Sertés pörköl, tehát valamilyen különleges módon készíti el a két barátom. Én ugyan nem veszek részt a főzésbe, a szervezésbe vettem részt csak. Milyen jelentősége lehet egy ilyen rendezvénynek a mai nap folyamán? Azt hiszem, hogy nekünk, mivel utolsó együtt szervezett együttlétünk, nekünk nagyon sokat jelent. Nekünk nagyon sokat jelent, máskor is eljövünk, csak akkor már, mint civil szervezet. Hagyományosan minden évben megrendezzük ezt a május 1-i főzést. Hát most jelenleg szürke marha fő az üsbe. Ez az étel tulajdonképpen zsír, bőséges hagyma, ugye az adott hús és erős paprika. A válti paprikát hozzá kell tenni, hogy az nagyon fontos. Igen. Hát ugye a főzés az viszont elég koszadalmas, mert ugye a marha tudni kell, hogy 4-5 óráig kell, hogy főjön. Hozzáfogtunk reggel 7 órakor, és délre talán kész lesz. Én nagyon fontosnak tartom, mert ugye itt most felsorakoztak különböző intézmények, mert ugye az óda, látom itt a gyerekek, milyen bizonyos dolgokat bemutatnak, de ugyanakkor ugye a tűzoltósaktól kezdve nagyon sok intézmény részt vesz. Azt hiszem, talán most is többen vannak itt, mint 10, akik főznek. Én fontosnak tartom. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt ismét részt vehetünk a Majálison, hogy úgy mondjam. Örömmel főzünk a mi kis csapatunkkal, jól érezzük magunkat, és én úgy gondolom, hogy hát ebből hagyomány van már, hisz korábban is voltunk, és ezután is itt fogunk lenni. Mi készül a mai napon, és hogyan készül ez az étel? Csülökpörköltre gondoltunk, csülökpörköltet főzünk burgonyával, és igyekszünk mindenkinek a kedvében járni, mert a csülök, a köröm, és azon kívül a soványabb húsokat, a combot is belerakjuk, hogy aki esetleg nem szereti a bőrös húst, akkor tudjon enni a paráshúsból, a combból. És savanyúságot találunk mellé, és az egyik kedves tagunk sütött süteményt, tehát én azt hiszem, hogy teljes lesz, komplett lesz az ebédünk. Hortobágyi betyáros tőtörkáposzta. Hogyan készül ez az étel? Hát ez nagyon jó kérdés volt, ebben van egy dublőröm nekem, az én asszonyom, tehát én csak a segédmunkát vállaltam benne, az asszonyom egy csülök van a közepére téve, békönös szalonnával be van tekerve a káposzták, és úgy van kőrakva vele a csülök. A színpadi produkciók igen változatosak voltak, ugyanis felléptek az Isis Mazsolett csoport és fiatal énekesek klubja Rácz Tóra és a Betty Belli Dance Hastánc csoport is. You see your will, it always makes you want.
in my heart, reaching the fever pitch, just bringing me out to God. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love to leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Megmutatta magát a Törő Gábor hagyományőrző népdalkör, a Sáréti Népi Együttes, a Kossuth Olvasó, Körai Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület is a Majálison. Produkcióik során népdalokat, illetve magyar nótákat hallhatott a közönség, valamint a délután folyamán a jó hangulatról Pap János mulató zenész gondoskodott. A rendezvényre kilátogató képviselőktől megtudtuk, nagyon régi hagyománynak örvend a majálisozás a városban. Talán akik hasonló korúak, mint én, azok emlékeznek rá, hogy régen ilyen majálisokat szervezett a város, meg a városhoz tartozó civil egyesületek közössége kint a Farkas-szigeti részen. Mindig örültek az emberek ezeknek a programoknak, családi főzés volt, olyan beszélgetés, lehetőség arra, hogy kipróbáljanak a gyerekek játékokat, esetleg a vásárosoknál vásároljanak, ami kitöltötte programmal ezt a napot. Tehát a jelentőség az, hogy közösséget formál. A május elsője az mindig is egy olyan ünnep volt, amit szerintem minden magyar ember megünnepelt, és a mai nap is én úgy gondolom, hogy ahogy látom a létszámot, meg az embereket, hogy egyre többen jönnek ki, várják a finomságokat, hiszen ezen a napon ugye nagyon sok olyan ember van, aki megmutatja a főztjét. Mindenképpen kell ez a nap, szerintem, és nem véletlenül lesz ez kitalálva, hogy az emberek együtt egymással tudnak ünnepelni, főzéssel, vagy baráti kapcsolatokkal, ahol műsorok is vannak, és ha esetleg úgy gondolják, akkor megnézek egy gyerekműsort, egy felnőtt műsort, tehát mindenkinek széles tere van annak a lehetőségnek, ahol jól tud szórakozni. Én nekem a benyomásom vegyes erről a május 1-i rendezvényről. Ugye eddig most a lovas pályán volt megrendezve, most a újonnan elkészült téren van. Én most azt látom, hogy elég sokan vannak, tehát véhetően itt most, tehát jobban van, hova elhelyezkedni. Én úgy látom, hogy most sokan vannak. Hát hogy ez mennyire hagyomány, nyilván, hogy hagyomány, de én úgy gondolom, hogy ez most, ahogy látom, hogy ez jövőben egyre népszerűbb lesz ez a május 1-i rendezvény. A rendezvényre érkező lakosok elmondták, rendszeresen látogatnak el a különböző városi rendezvényekre, amik általában vidám, jó hangulatban zajlanak. A majális pedig egy kitűnő családi program, hiszen számos lehetőséget kínál, mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Hogyan tetszenek a mai programjaink?
Jó, szeretem a zenét, jó programjuk van, ezek aranyosak voltak, ezek a kislány, meg az a három, a három kislány, igen. Miért látogattak ki ide a családi majálisra? Hát, ez hagyomány, a munkaünnep. Valamikor is jártunk, nagyon régen, meg most is kijöttünk szétnézni ezt. A Jászmin Bokor magyar építményt megnézni, ezt az új teret. Melyik programokat várja igazán, melyik programokat fogja még megtekinteni a mai nap folyamán? Ezeket a népdalkörösöket szeretem, a hagyományőrző Törejű Gábor, meg a Kossuth kör. Szeretem őket, a népdalokat is, meg a magyar nautákat. Meg a... Elsősorban azért jöttünk, május 1-hez rendhagyó ünnep volt mindig. És ez a munkás embereknek a munka ünnepe. Tehát ilyenkor pihenünk, egy kicsit kikapcsolódunk, egymással találkozunk, megosszuk a véleményeket, ennyi. Voltak-e már kint a családi majális programon itt a városban? Ha igen, hogy tetszettek igen, az előző voltunk, években? Voltunk kint, akkor a déli soron voltunk, nagyon tetszett, jó programok voltak, jól éreztük magunkat, és hasonlóan szeretnénk máma is érezni magunkat. Hogy tetszenek a programok a mai nap folyamán? Hát most még, most jöttünk, túl sokat nem tudunk, de reméljük, hogy hát jól fogjuk érezni magunkat. Ön szerint milyen jelentősége van a mai napnak egy ilyen összejövetelnek? Hát elsősorban az, hogy nagyon nem tudunk találkozni emberek egymással, korábbi korú emberekkel, ilyenkor összefutunk, azt véleményt cserélünk végeredményben, úgy politikailag, mint gazdaságilag egyaránt, és ez úgy érzem, hogy mindannyiunknak jó. Legalább jobban látjuk azt, hogy mi is történik velünk, mihez hogyan kell alkalmazkodnunk. Miért látogattak ide a családi majálisra? Mint mindenki más, jól akarjuk érezni magunkat május 1-én. Hogyan tetszenek a programok? Eddig tetszik, reméljük a többi is jó lesz. Voltak-e már kint korábban az előző években majálison, és azok hogyan tetszettek? Voltunk kint, de hát tetszik mindegyik, jól érezzük magunkat. Azért jöttünk ismét. Milyen hangulatban zajlik ez a mai nap ön szerint? Hát szerintem jó lesz. Milyen jelentősége van ön szerint egy ilyen összejövetelnek a városunkban, összehozza az embereket egy ilyen program? Ennek milyen jelentősége lehet ön szerint? Milyen jelentősége? Hát ez egy, szerintem egy elég régi hagyomány, és ezt őrizni kell, meg ápolni kell. És hát szerintem ilyenkor mindenki boldog, azért jöttünk ki, hogy jól érezzük magunkat.